Mint ismert, Kínában összesen 4 buddhista sziklabarlang komplexum található, amelyeket mind a 4. és a 6. század között, a vallás legpompásabb korszakában kezdtek kifaragni. Közülük a Pekinghez legközelebb fekvő Yunkang ugyancsak világörökségi helyszín. Az impozáns látvány és a színes tartalom teheti a legelső benyomást a látogatókra. A faragás időszaka szerint 3, vagyis korai, középső és késői periódusra oszlanak az üregek. A korai periódus üregei látványosak, monumentálisak, ezekre a selyemút mentén elhelyezkedő nyugat-kínai néptörzsek tipikus mesterkéletlen hangulata a jellemző. A középső időszakú barlangok a finom és gondos faragás és a luxus díszítés révén ismertek. A későieknek ugyan kisebb a méretük, de a bennük lévő figurák karcsúak és szép tervezésűek. A hegy vonulatával megegyezően válták ki a barlangokat, keletről nyugatra 1 kilométer hosszan. Eddig összesen 254 kisebb-nagyobb üreget tartanak számon. Több mint 59 000 szobor van regisztrálva a világörökségi helyszínnél. Figyelemre méltóbb a középső időszakú barlang együttes, mert ezeknél a hanok pavilonszerű építményeket faragtak ki, s a buddha szobrot tartó urnafülke stílusa a későbbi évszázadokban széleskörűen elfogadott és alkalmazott lett. Yunkang a buddhista művészet elkínaiasodásának elmélyülését tükrözi. Barlangjai és figurái élethűen írják le az indiai és a közép-ázsiai buddhista elemek Kínában történt alakulását,